A nyilvánosságra hozott adatok szerint a Magyarkanizsai községben javult a közbiztonsági és közlekedés biztonsági helyzet. A 2011. január és márciusi időszakban Kanizsai rendőrállomáson összesen 97 bűncselekmény lett evidentálva, vagyis 4 bűncselekménnyel kevesebb, mint ugyanebben az időszakban az elmúlt évben. Ebből 93 bűncselekmény klasszikus bűncselekmény, valamint 4 gazdasági bűncselekménynek számít. 9 esettel kevesebb volt a szabálysértések, és több mint 60%-kal a közlekedési balesetek száma az elmúlt negyed évben. A község útjain mindössze 4 közlekedési baleset történt, egy járt könnyebb személyi sérülésekkel, a másik 3-ban csak anyagi kár keletkezett. Konstatáljuk azt, hogy a tavalyi évhez képest ugyanebben az időszakban 13 közlekedési balesetet evidentáltunk, és ezáltal elmondhatjuk, hogy a mostani adatokhoz képest a közlekedés biztonság községünk területén lényegesen megjavult. Növekedett viszont a határsértők száma a Magyarkanizsai körzetben. Míg 2010-ben összesen 569 személyt állítottak elő, az idei év első 3 hónapjában már 184 személyt vettek át a magyarországi határszervektől. A bűncselekmények megelőzése érdekében a jövőben fokozza jelenlétét a község településein, és fejleszteni kívánja a térfigyelő videóhálózatot is a Magyarkanizsai rendőrállomás.